extrém sminkelés művészete, hát ez most a téma. Itt ül mellettem Vica és Nati. Sziasztok! Mi is az az extrém sminkelés, hogyan tudjuk elkezdeni? Ugye most láthatjuk egy úgymond extrém sminket Natinak az arcán. Milyen alkalmakra szoktát ezt elkészíteni? Hát ilyesfajta sminket inkább versenyekre, különböző, akár fodrászversenyre, akár maga sminkversenyekre szoktak elkészíteni. Hogyha valami divatbemutató, vagy fashion show, vagy ilyesmi van, akkor is általában az extrém színekhez, formákhoz nyúlunk, hogy jobban látszódjon, sokkal jobban kiemeljük a szemet, szájat, arcot, akár még a hajat is, mutathatunk a hajra is. Általában ezek csak arra szolgálnak, hogy úgymond a modell, ez esetben ugye Natinak az arcát vagy az arcvonásait kiemeljék? Harmonizálhat a ruhával is, az arcvonásokkal is. Igen. Inkább hogy a modellt, magát kiemeljük. Hogyha fashion showról beszélünk, akkor inkább, hogy a ruhára mutasson. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez ilyen átfedés, vagy van külön ilyen verseny is, vagy ilyen sminkes verseny, és akkor persze. Csak a sminkeket nézik. Persze. Most is készülök egy ilyenre, 2 hét múlva lesz, ahol inkább a sminké a főszerep, hogy milyen technikával csináljuk, hogy milyen formákat vetünk bele. Tehát ott pedig ugye csak a sminket nézik. Ott a haj, a ruha az már inkább a kiegészítője. Körülbelül mennyi ideig tart egy ilyen sminket elkészíteni? Ugye például most, ami Natinak az arcán van. Ezt körülbelül olyan 1-1,5 óráig készítettük. Ez hát sminktől függ. Hogyha megnézed, ezen most nagyon sok a strass berakás, a műszempilla. Itt azt tartott egy kicsit több ideig, amíg tudod, egyesével fölteszegeted neki. De maga az alap smink, tehát az árnyalások és a színek, az egy egyszerűbb fantázia smink, tehát az 1 órán belül megvan. És Nati, ezt hogy viseled el, amikor 1,5 órán keresztül gondolom nem mozdulhatsz meg, hanem csak így be van csukva a szemed? De mégis nagyon érdekes érzés egyébként, mert egyszerre érzem magam vagánynak, és nagyon nőiesnek, nagyon dögösnek, úgyhogy én egyébként mindenkinek ajánlom, minden lánynak, aki egy kicsit kalandvágyóbb, hogy próbálja ki egy akár ilyen saját portfólió készítés céljából is, azért jó ezt visszanézni. És neked, hogy mondjam, tehát melyik a kedvenc munkád, úgymond ilyen szempontból, hogy amit ugye Vica csinált neked? Hát nekem azért nincsen nagy tapasztalatom a témában, amit itt a képen lehet látni, az az egyik, és ez most a második. Ez, ami most rajtam van, ezt inkább érzem közelebb magamhoz. A másik egy picit elvontabb, míg ez szerintem jóval csajosabb, vagányabb, tehát ezt szívesebben viselem, mert tényleg ez valahogy személyesen érzem, hogy így jobban próbáltuk kötődik. Ezt a rokkosabb, pánkosabb stílust megfogni, és ez szerintem is jobban közel áll Nati személyiségéhez. Egy nagyon vagány lány, úgyhogy ezekkel az arany és pirosas, rózsaszínes színekkel sikerült szerintem jobban kiemelni a személyiségét. De milyen érzés ezt viselni? Tehát el tudnád magad képzelni, hogy egy ilyen sminkben mész el akár bulizni? Hát azért azt nem mondanám. Ennél azért egy picit visszafogottabb stílust szoktam inkább alkalmazni, de így a képeken mindenképpen jó érzés visszanézni, nagyon, nagyon tetszik, és örülök, hogy kipróbáltam. És akkor úgymond javaslod mindenkinek ezt? Igen, mindenféleképpen, mert nagy élmény. Maga az, hogy látod, hogy mennyi apró részecskéből épül fel ez az egész. Főleg ezek a kis kövecskék, nem furi, hogy azért miközben pislogsz, azért valamennyire összecsukódik az ezek? Nem is érzem. Nem érzed egyáltalán? Nem. Vagy már megszoktam. Aha. Vica, Nati az egyetlen, hogy mondjam, partnered ilyen szempontból? Nem, nagyon sok emberrel dolgozom. Alapvetőleg a fantázias sminkeken kívül én inkább esküvőkön szoktam sminkelni, vagy mostanában nagyon sok portfólió lekérésünk van. Ilyen beautysabb, tehát ilyen szép vagyok smink, hogy így mondjam. Sokan szeretnek arról fényképet csináltatni, hogy most hogy néznek ki, fiatalon szép vagyok, kipróbálni azt, hogy milyen az, hogyha egy sminkes egy picit hozzányúl az arcomhoz, és akkor ki tudja azokat a vonásokat emelni, amik szépek rajtam. Például egy valakinek nagyon szép a szeme, azt is szépen ki lehet hangsúlyozni, vagy hogyha olyan az arccsontja, akkor azt 1-2 árnyalással meg lehet csinálni. És ezeket jó, úgy látom az arcokon, hogy nagyon szeretik visszanézni. Mindenkitől eddig pozitív visszajelzést kaptam. És mennyire elterjedt ez Magyarországon?
maga a sminkelés? Hát vagy nem a sminkelés, hanem inkább részben a portfóliófotózás és részben az extrém sminkelés. Hát az extrém sminkelés szerintem még maradt így a versenyek keretein belül. A portfóliózás, az pedig remélem, hogy nagyon gyorsan befut még. Hogy, hát igen, ez jó lesz neked is részben. Igen, igen. Egyre többet látom amúgy, hogy így keresik is az emberek, hogy portfóliót csináltatnak, esetleg párjuknak adnak, tudod, ebből egy ilyen emlék összeszedetet. Na, itt te, mint ugye nagy, hát, hogy is mondjam, sminkes, vagy inkább sminkbefogadó, mit javasolsz azoknak a lányoknak, akik úgymond veled egykorúak, és önmaguknak szeretnének egy kit, és úgymond sminket feldobni? Hát az ilyen utcai, tehát viszont természetesebb sminkre gondolsz. Én elsősorban a nagyon kezdőknek a sminktanácsadást javasolnám. Vicca barátnőm is szokott ilyen sminktanácsadásokat levezényelni, ahol egészen az alapoktól meg lehet tanulni, el lehet sajátítani a különböző kis fortélyokat, hogy egészen onnantól kezdve, hogy a kis reggeli néhány perces sminket elkészítsék, egész odáig, hogy mondjuk akár egy buli sminket meg tudjanak otthon csinálni a lányok. Én ez az, tehát ahogy mondtad, de én inkább a befogadó fél vagyok, úgyhogy a tanácsokat azt majd a Vicca barátnőm fogja mondani. Na hát akkor egy-két mondatban egy-két gyors jó tanácsot. Gyors jó tanácsot a lányoknak? Nagyon vigyázzanak az alapozó színére, hogy választják ki, a pirosítóra, hogy húzzák meg az arcukra, mert minden egyes arc más, és minden egyes arcra máshogy kell szépen feltenni a pirosítót, hogy természetes hatása legyen, illetve felejtsék el a szemceruzázást alul a vizes vonalba, csak feketével. Hát ezt én biztosan alkalmazni fogom. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek.